Több magas hőmérsékletű tárgy hatolt be kívülről a júliusban lezuhant maláj utasszállítóba. Legalábbis erre a következtetésre jutottak a tragédia körülményeit vizsgáló holland szakemberek. Azt nem mondták ki, hogy rakéta találat érte volna a gépet, azt azonban kizárták, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történt volna. Még mindig túl veszélyes megközelíteni a júliusban lezuhant malájgép roncsait. A környéken ugyanis továbbra is tartanak a harcok az ukrán kormányerők és az orosz baránt lázadók között. A holland szakemberek azonban a gép fekete dobozának információi, műhold felvételek, a pilótafülke hangfelvételei és a légirányítás adatai alapján előzetes jelentést állítottak össze. A dokumentum kizárta, hogy emberi mulasztás, illetve műszaki hiba történt volna. A pilótafülkében nem volt szó vészhelyzetről, a pilóták nem adtak le vészjelzést. A gép az ukrán légtérben nem korlátozott vagy tiltott zónában repült, magassága, sebessége és az útvonalának iránya sem változott a repülési adatok rögzítésének megszakadása előtt. Az viszont bizonyítható, hogy számos tárgy is nagy sebességgel becsapódott az utasszállítóba. A végső következtetésünk az, hogy az MH17-es járat már a levegőben darabokra tört amiatt, hogy magas hőmérsékletű tárgyak hatoltak át rajta kívülről, fogalmazott a holland biztonsági testület vezető. A jelentés nem mondja ki, hogy rakétával lőtték le az utasszállítót, szakértők szerint azonban a jelek erre utalnak. A James Defense Weekly biztonsági ügyekkel foglalkozó szakportál elemzője azt írja, ilyen hatása van például az orosz gyártmányú Buk földlevegő rakétarendszernek. A holland kormányfő azonban óvaintett a messze menő következtetésektől. Óvatosnak kell lennünk. Hollandia irányítja a további nyomozást. Lépésről lépésre juthatunk csak el a megcáfolhatatlan következtetésekig, jelentette ki Mark Rutte. A malájgép július 17-én zuhant le a kelet-ukrajnai Donyeck közelében. A fedélzeten tartózkodó 298 ember életét vesztette. Az utasok többsége holland volt. Az ukrán kormány és több nyugati vezető akkor úgy vélte, hogy orosz barát ukrán lázadók lőhették le a gépet. Oroszország azonban tagadja, hogy rakétát szállított volna a szakadároknak. A vizsgálat tovább folytatódik. A tragédia okait feltáró végső jelentés egy éven belül készülhet el.